Az ember hivatást egy életre választ, tartja úgymond ez a mondás, ez a bölcsesség, és bár mindannyian ismerjük, nem mindenkinek adatik meg, hogy e szerint éljen. Nem úgy, mint a mostani vendégem Breitenbach Géza, aki már az Orvostudományi Egyetem elvégzése után beállt a mentőszolgálathoz, amellett, hogy fülorgégészként praktizált. Bár a mindennapjainak már nem része ez a fajta mentés, a szakma mégis számít rá, ennek egyik jó bizonyítéka az, hogy a pünkösdi hétvégén egy nemzetközi mentésügyi orvoskonferenciának a vendégelőadója volt. Mit érdemes tudni erről a konferenciáról? Székelyudvarhelyen 21 éve rendezi az ottani mentőfőorvos kollégám ezt a kongresszust. Magyarországról és Európa több országából szoktak részt venni mentőorvosok, mentőtisztek. Mindig kapcsolódott ez a program a síksomlyói búcsúhoz is. Előtte két nappal megcsináljuk ezt a tudományos programot, majd mindannyian részt veszünk a búcsún, és hát a magyar mentőorvosokból néhányan, köztük én is, mindig segíteni szoktunk az ottani kollégáknak, hiszen több száz beteges sérültet kell ellátni a búcsú során. Korábban, amíg nem volt elég eszközük az ottani kollégáknak, még a sátrakat is és a felszereléseket is az országos mentőszolgált készletéből vittük ilyenkor ki. Ma már nagyon jól felszerelt ellátó sátrak várnak minket, szakembereket ottként, de ugyanolyan szívesen állunk be és segítünk nekik a mai napig is. A sajtóban nem jelenik meg az az oldala, hogy önök mennyire tevékenyek, két sátor is van, pedig a búcsún, hogy kiszolgálja azt a 300 000-es tömeget. Mekkora esetszámmal találkoznak, és mik a legtipikusabb esetek? Igen, javítanom kell, nem 300 000, általában 6-700 000 ember vesz részt ezen a búcsún, borzasztó sok. Ahhoz képest a 2-300-as betegforgalom az tulajdonképpen elenyésző. Most már több mint 6 éve a Magyar Vöröskereszt színeiben veszünk részt ezen a búcsún. Első segélynyújtó önkénteseink, illetve én magam is az ő színeikben dolgozom, illetve a másik sátor, ami szintén a hármas oltárra szemben van, az pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szokta megtölteni eszközzel és szakemberrel. Elmentünk már a búcsú irányába, pedig nagyon fontos még a konferencián való részvétel, hiszen vendégelőadóként szerepelt, ahogy ezt a bevezetőben is említettem. 21 éve, minden éven előad ezen a konferencián, sőt, ha jól tudom, még régebb óta. Igen, 21 éve. Minden évben nem tartottam előadást, de minden évben, ha más nem, üléselnök voltam, tehát aktív résztvevője a kongresszusnak. 21 évet megelőzően valóban volt már 3 próbálkozás. Csíkszeredán az ottani főorvos kollégám kezdte el tulajdonképpen ezt a kongresszusi sorozatot. Majd azt követően került át Székelyudvarhelyre, és ahol most már, mint említettem, 21 éve rendszeresen van. Amikor úgy érzem én is, hogy olyan aktuális mondandó van, akkor én is szoktam előadással készülni. De így volt ez ebben az évben is. Mi volt az előadás témája? Az előadás témája a fülorgégészet az oxiológiában. A fülorr és a gége betegségei közül, a garat betegségei közül emeltem ki néhányat, de amelynek igazi sürgősségi, oxiológiai jelentősége van, és ebben néhány fontos szempontra hívtam fel a hallgatóságnak a figyelmét, tehát a mentőorvosoknak, a mentőtiszteknek a figyelmét. Milyen szempontok szerint építette fel az előadását? Én egy oxiológus vagyok, magyarul mentőorvos, és egy fülorgégész szakorvos is. Tehát olyan szempontokat hoztam látótérbe, amelyek fontos bizonyos fülorgégészeti sürgősségi kórképeknél, hogy erre gondoljanak. Mert lehet, hogy ők nem gondolnának arra a diagnosztikai tevékenységük, vagy a terápiás tevékenységük során. Tehát magyarul lehet így is összefoglalni, hogy fülorgégészeti érdekességeket gyűjtöttem össze. Nagyon nemes dolog az, hogy felvállalták úgymond egy negyed százada, hogy segítik a határon túli kollégákat, azonban most már egyre inkább zárkóznak fel ők is, tehát az eszmecserére ez nagyon jó, ez a találkozó. Mégis egy kicsit menjünk bele a múltba, és hadd kérdezzem meg, hogy miért választotta ezt a hivatást, mert hogy nem véletlenül mondtam az elején, hogy az ember egy életre választ hivatást.
Igen, én az egyetem után fülorgégészként kezdtem dolgozni, nekem nagybátyám volt a fülorgégészeti osztályvezetője, Dévald József. A legtöbbet erről a szakmáról tudtam, úgyhogy evidens volt, hogy ezt választom. Azonban engem mindig nagyon érdekelt a sürgősség, mindig érdekeltek a szirénázó mentőautók, úgyhogy mihelyt orvos lettem, én másodállásban elkezdtem dolgozni a mentőknél is. És úgy alakult az életem, hogy amikor az elődöm nyugdíjba ment, én már fülorgégi szakorvosként dolgoztam tehát a mentőknél, akkor váltottam és a kórházat felcseréltem a mentőszolgálatra, ahol vezetőként kezdtem dolgozni 27 évvel ezelőtt, és természetesen mellette hetente többször kivonultam és a mentőautón dolgoztam minden héten. Kik képviselték Miskolcot a kongresszuson, és miért lenne fontos, hogy fiatal, friss arcok is bekapcsolódjanak. Én nem is igazán Miskolcról, hanem Magyarországról van szó. Szóval Magyarország több területéről jöttek kollégák, és jönnek rendszeresen Debrecenből, Pestről, Miskolcról, Tokajból. Láttam ott veszprémi kollégákat, és sorolhatnám tovább. Tehát szerte az országból nagyon sokan részt szoktunk venni ezen a kongresszuson. Jelentőséget elején már megbeszéltük, hogy minden szakma csinál magának kongresszusokat. Pont azért, hogy egy olyan érintkezési forma ez, amikor a szakmai újdonságokról, illetve a problémákról, gondokról is tudunk beszélni. Nos, ilyen ez a mentés területén. Belgyógyászok, kardiológusok, ideggyógyászok is tartottak, baleseti sebészek, idegsebészek is előadásokat, ugyanis a sürgősséghez nagyon sok szakma kapcsolódik. Tehát a mi oxigológiai tudományunk, a sürgősségi orvostan, a mentőorvostan, az egy nagy szintetizáló tudományág, épp ezért van az, hogy több szakma is képviseli magát egy-egy ilyen kongresszuson.